A mezőköves zsúri úszószakosztálya által megszervezett viadalra 13 egyesület 162 sportolóval nevezett. A hazai csapatok mellett a romániai Marosvásárhelyről szintén érkeztek versenyzők, míg városunkat a mezőköves zsúri úszói mellett az umei teknőcök is képviselték. 97 és 2004 közötti korosztályok szerepeltek évenkénti értékelésben, őnekik 66 méteres távok voltak, illetve a 2005 és 2006 és fiatalabbaknak pedig 33 méteres távok voltak. Négy úszásnembe szerepeltek a nagyobbak, az idősebb korosztályok, tehát gyors hát mell pillangó, a kicsiknek viszont gyors mell és hát volt a 33 méteres számuk, illetve volt egy Zsóri Lajos emlékszámnak kikiáltott vegyes úszásunk, a lányoknál is, illetve a fiúknál is, ez nyílt volt, tehát ebbe bárki benevezhetett. A házigazda mezőköves zsúri úszó szakosztályát 45 sportoló képviselte, akik közül 18 fiatal először szállt medencébe versenykörülmények között. A kövesdi csapat kiválóan teljesített, hiszen 12 sportoló összesen 26 alkalommal állhatott fel a dobogóra. Szeretném megköszönni a zsúri fürdő mellett találtunk két nagyon aranyos és készséges támogatónk. Ők már nem először támogattak anyagilag bennünket, a Jacsó Kft-ből, Jacsoni Ágikának szeretném megköszönni, illetve a Kovács Kft-ből, ifjabb Kovács Istvánnak és feleségének Timikének, hogy támogatták azt, hogy létrejöjjön ez, meg megrendezésre kerüljön ez a rendezvény, ez az úszóverseny. Illetve szeretném nagyon szépen megköszönni a szülőknek a segítséget, mert hogy ez általában mindig csak egy mondatba szokott elhangozni, hát most meg szeretném köszönni a hangosításért, a számítógép kezelésért, az időmérésért, a rajtoltatásért, illetve a állításért közleműködő szülőknek, a rétvésznek, meg minden többi szülőnek, mert a háttérmunkákban is nagyon szépen kivették a részüket, illetve a megvendégelésbe és a reprezentációba is hozzájárultak süteménnyel, stb. A szakosztály vezetői a legeredményesebb mezőkövesdi lány és fiú versenyző részére Zsóri Lajos díjat alapítottak, amit a legjobb kövesdi sportoló egy évig birtokolhat. A lányok közül az ötszörös aranyérmes Ördög Rebeka vehette át a vándorserleget, míg a fiúk közül összesítésben a négy bronzérmet szerző Lecó József szerepelt a legjobban, aki szintén megkapta a rangos kupát. Az umei teknőcök csapatát 23 sportoló képviselte a Zsóri kupán. A versenyzők alaposan kitettek magukért, hiszen összesen 68 éremmel térhettek haza a verseny után. A mezőköves zsúri úszói részt vettek a hajdúszoboszlói Hungarospa nemzetközi úszóversenyen október végén, ahol összesen 17 ország 620 versenyzője lépett rajtkőre. 8 gyerekemmel mentem el, több volt benne 4 olyan, akinek az első ilyen nagy méret, nagy versenye, hát nagy úszodába, színvonalas, jó rendezéssel, és hát itt szintén Ördög Rebekát kell kiemelnem, ő 3 úszásnemet vállalt be, 100 méteres távok voltak, és mind a 3-ban 10-en belüli helyezést ért el ebből a népes csapatból, hát úgy gondolom, hogy ez tiszteletre méltó egy eredmény. Ami a további szereplést illeti, az úszók Salgótarjánban vesznek majd részt egy rangos versenyen decemberben, valamint a teknőcök megrendezik a Mikulás kupát, ahol a mezőköves zsúri úszói is rajthoz állnak. Az évet valószínűleg szerencsén zárják a sportolók, ahol a karácsonyi kupán fognak elindulni. Az ünnepek előtti napokban Egerbe is kaptak még egy meghívást a kövesdi úszók, de a csapat részvétele egyelőre kérdéses ezen a versenyen. Az viszont biztos, hogy az év utolsó eseménye az umei teknőcökkel közösen lebonyolított évzáró ünnepség lesz. Az eseményt várhatóan karácsony előtt 2-3 nappal fogják megrendezni.